jövő. Ezzel a névvel dobja piacra környezetbarát hidrogén autóját a Toyota. A japán óriás cég azt ígéri, az autó bármely család számára elérhető lesz, akár már 2015-ben. Ez lehet az első nagy szériában gyártott hidrogén meghajtású jármű, Bálnak Isztán összeállítása. We are at a turning point in automobile history. Fordulóponthoz érkezett az automobil története, mondta Toyoda Akio, a Toyota elnöke. Megígérte, jövő nyártól az amerikai és európai családok számára is elérhetővé teszi a környezetbarát hidrogénautót. Japánban már idén megjelenhet az utakon. A Toyota új típusának neve Mirai. A japán szó magyarul jövőt jelent. Hasonlóan a Honda és a Hyundai kis szériában gyártott energiacellás autóihoz, ez is sűrített hidrogénnel működik. Káros anyag kibocsátása ezért alacsony, üzemeltetése pedig olcsóbb a hagyományos üzemanyaggal működő járműveknél. Komoly hátrány viszont, hogy egyelőre világszerte kevés a hidrogéntöltő állomás. A Mirai egy tank hidrogénnel 480 km tud megtenni, és újratöltéséhez elég 3 perc. Az üzemanyagcella egy feltöltéssel annyi elektromos áramot termel, amennyit egy átlagos háztartásban egy hét alatt használnak el. Motorja 155 lóerős, 9 másodperc alatt gyorsul 100-ra. 2015-ben még csak 200 darab kerülhet forgalomba, de az éves termelés 2017-ben 3000-re nőhet. Ára 10 és 14 millió forint között alakulhat, de környezetbarát volt, amiatt több országban támogathatják megvásárlását. Toyoda Akio szerint a Mirai-jal, egy jobb autóval, egy jobb világba vezethet majd az emberiség. Bálnak Isztella, Hír 24.